Sziasztok! A mai nap egy mostanában nagyot futott fitness celebnek a napi rendjét fogom követni, Sam Sulekét. Tartsatok velem! A srác tavaly futott nagyot a TikTokon, illetve most már YouTube-on több millió követője van. Az ő edzés előtti formuláját fogom elfogyasztani. Annyi különbséggel, hogy én nem 21 éves vagyok, hanem 41, úgyhogy műzli helyett csak zab és sovány kakaópor áll rendelkezésemre, illetve tej. Egy kicsit hardcore-ra sikerült, úgyhogy feldobtam egy kis glicinnel, ami amúgy egy aminósav, de mégis nagyon édeskés ízű, és amúgy idegnyugtató hatású is. Szemről talán azt mondanám el, hogy szemtelenül fiatal, és ahhoz képest meg nagyon jó fizikumot épített föl, és nagyon nagy izomtömeget rövid idő alatt. Valahol én már kifelé jövök a sportból, de engem is motivál az ő tevékenysége. Most pedig letoljuk a lábedzését, irány a terem. Gyertek! Itt is vagyunk a teremben, a dextrose betöltve. Sam nagyobb mennyiségű szénhidrátot fogyaszt, valószínűleg azért is, mert 21 éves és gyors az anyagcseréje, főleg, hogy nagy izomtömeggel rendelkezik. Én még kiegészítem néhány táplálékkiegészítővel. Amit tudni kell a lábedzéséről, hogy szuperintenzív, gyors 4 gyakorlat, hajlítótól a feszítő irányába és magasabb ismétléssel dolgozik. Vágjunk akkor bele! Kezdjük akkor el egy bemelegítőkörrel. Ami jó, hogy a hajlítóval kezdett lábedzésnél kíméljük a térdet. Ugye a térd egy köztes izület, mint a könyök. Testépítőknek nagyon gyakori a térd, illetve könyök probléma. Ez is egy módszer arra, hogy kíméljük egy kicsit a térdet. Hasonlóképpen szoktam én is végezni az edzéseimet magas ismétléssel, meg is vagyunk ezzel a gyakorlattal, irány a román deadlift kábelen. A következő gyakorlatunk román deadlift, csigás változata, ezt szemtől láttam először, megmondom őszintén, hogy a 22 éves edzés múltammal ezt a gyakorlatot még sose próbáltam ki, úgyhogy itt az alkalom, lássuk! Hát megmondom őszintén, hogy alkat gyakorlatnak is jó, de a hajlítomnak azt a részét érzem, amivel szerintem most a Mr. Olympián nyernek a versenyzők. Úgyhogy nagyon jó gyakorlat, okos. Klasszikus értelemben vett guggolás fog következni, harmadik gyakorlat, magas ismétlés, gyerünk! Megmondom őszintén, hogy körülbelül 4 éve nem googolok, mert a térdem nem bírja, de ahhoz képest úgy érzem, hogy egész jól ment. Jön az utolsó gyakorlat, lábnyújtás. Utolsó gyakorlatunk, lábnyújtás párhuzamos, magas ismétlés. Nagyon rövid pihenőidőkkel, nagyon intenzív edzés volt. Jó néha így variálni, hogy ráérezz, hogy mi az, ami neked beválik. Nagyon ügyesen edz. Ami nekem egy kicsit félelmem az, hogy 21 évesen ilyen izomtömeggel kérdéses az egészségügyi állapot. Reméljük, hogy odafigyel mindenre. Megyünk tovább a post-workoutra. Szóval, vége a lábedzésnek. Mindenki örömére. Most pedig jön az, ami az amatőr badisoknak a mennyország, a profi testépítőknek meg a síralomház. Eszünk egy kis hamburgert. Ugye Sulek hamburgert szokott edzés után, bulking időszakban fogyasztani, ez nálam annyira nem, de megpróbáljuk, és ha beválik, akkor lehet, hogy rendszeresítjük.
5 darab sajtburgerünk van, dupla hússal kértem, badisok vagyunk. Hát, valószínűleg Amerikában nem ekkora egy hamburger, nem lesz az annyira nehéz. Tengeren túlon a hamburgerevés a kultúra része. Annyit azért hozzátennék, hogy Sam-nek a legnagyobb előnye az, hogy fiatal és gyors az anyag cseréje, úgyhogy az amerikai méretű hamburgerekkel is megküzd a szervezete, jó értelemben. Annyira nem szoktam erőltetni a többszörösen feldolgozott élelmiszereket, majd kíváncsi leszek, hogy hogyan reagál rá a gyomrom, illetve a béltraktus. Pár szóban, hogy mi a gond a többszörösen feldolgozott élelmiszerekkel, ugye a tartósítása, nem csak fogyasztás által, illetve a hús minősége is megkérdőjelezhető. Viszont találtam egy uborkát benne, az is ugye kezelt, mert savanyított uborka, úgyhogy a zöldségbevitelünk is a ketchuppel kiegészítve teljes lett. Nehéz meghatározni, hogy a lábedzés volt nehezebb, vagy az utána post-workout étel elfogyasztása. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és kommentben írjátok meg, hogy szerintetek mi Sam titka, mi a sikerének titka. Sziasztok!